Egy jól ismert dallam a híres német zeneszerzőtől, Beethoventől. Ezt, vagyis az 5. sors szimfóniát is meghallgathatják azok, akik február 23-án ellátogatnak ide a Richter terembe. Az est különlegessége, hogy Varga Tibor híres magyar hegedűművész fia, Zsilber Varga dirigálja majd a Győri Filharmonikus zenekart. A karnagy szívesen jött ismét Győrbe, és nem csak a társulat, hanem a családi kötelékek miatt is ragaszkodik városunkhoz. Szüleimek itt éltek, és mindig megyek azt a házra, és nézek, és valahogy, ha most az ajtó kinyitna, és az apám kisgyerek kijönne, ez normális lenne nekem. Akkor is, ha 50-60-70 év előtt volt. Természetesen a filharmonikusokra is nagyon büszke a világszerte elismert karmester, szerinte egy profi és lelkes csapat a győri. Nagyon-nagyon jó zenekar, és jól dolgoznak, és kíváncsi vannak, nagyon jól érzem magamit. A tisztelet kölcsönös, mind szakmailag, mind emberileg. Így talán nem véletlen, hogy fél szavakból is érti egymást a társulat és a karmester. Hagyományőrzőként, vagy értékőrzőként, értékmentőként mindig fontos dolog számunkra az, hogy a város híres szülöttei, a szakmánkhoz kapcsolódó nagy idoloknak az emlékét megfelelően őrizzük. Az ő édesapja világhírű hegedűművész Varga Tibor, és hát a fiával találkozni, és emlékszem az első alkalommal, ráadásul abban a bérletnemet, amit az édesapjáról neveztek el, ez szerintem egy nagyon szép dolog. Túl a gesztuson pedig egy nagyon-nagyon jó szakmai kapcsolat. A bécsi klasszikus műsorban Gordon Kámvárda István is közreműködik, vagyis fantasztikus koncertre számíthatnak a Haydn és Beethoven muzsika szerelmesei.